Szeretettel köszöntöm a Mandiner Stratéga nézőit és hallgatóit Brüsszelből. Az Európai Uniós Magyar Soros Elnökség átadási teremójára érkeztünk, amelynek kapcsán Ódor Bálint nagykövettel, állandó képviselővel beszélgettünk arról, hogy mik a Soros Elnökségnek a prioritásai, milyen kihívások vannak, milyen tervek, milyen elképzelések, és mit csinál az állandó képviselet, mit dolgozik a nagykövet, hogyan dolgozik az elkövetkezendő fél évben, hogyan működik az Európai Unió, ezt a beszélgetést láthatják most. Folyamatosan friss tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Nagykövet úr, köszönjük szépen a lehetőséget, köszönjük, hogy itt lehetünk az állandó képviseleten, de hol is vagyunk pontosan, mert hogy kettő állandó képviselet van Brüsszelben. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Egy intézmény van, egy EU, az Európai Unió melletti állandó képviselete Magyarországnak, amely jelenleg két épületben működik, tekintettel arra, hogy az elnökség miatt feldúzasztottuk az állományt, tehát többen dolgozunk most jelenleg itt, mint nem elnökségi körülmények között. Jelenleg 200 diplomata dolgozik az állandó képviseleten, és még további 65 fő segíti a munkánkat. Ez nem elnökség időszakban, ennek közel a fele. Akkor elég egy épület is, ezért most meg két épületre van szükség. Akkor az átmeneti az a növelés ezek szerint, de hát igen, nyilván nem véletlen, hiszen ugye Magyarország hétfőn vette át az Európai Unió tanácsának a soros elnöki pozícióját. Ugye ez egy fontos lépés, és hát azért voltak itt előzmények, és ezek az előzmények nem feltétlenül szívderítő előzmények voltak, mert látszott az Európai Parlamentből is, talán bizonyos tagállamokból is próbálkozás, hogy Magyarország ne legyen soros elnök, mert hogy Magyarország nem alkalmas soros elnöknek. Magyarország nem alkalmas soros elnöknek? Természetesen alkalmas soros elnöknek. És meg is kezdtük a működésünket a tervezett időben, július 1-én. És ezt el fogjuk látni, ezt az elnökséget december 31-ig. Ez azt jelenti, hogy sikerült a nyugvó pontra juttatni ezeket a vitákat a Magyarország és a magyar soros elnökség körül, vagy ezek még bármikor felbukkannak a következő fél évben? Az a tanácsnak a döntése, hogy hogyan látja el az elnöklését, a tanácsban ilyen vita sose volt. Hát akkor az alapvetően egy show, ami az Európai Parlamentben elsősorban zajlik? Én arra koncentrálnék, hogy mik a feladatok, az előttünk álló feladatok, meg a felkészülés is ennek keretében bonyolítottuk le, hogy egy évvel ezelőtt már bővült az állandó képviselet állománya, mert nagyon intenzív egyéves felkészülés van mögöttünk, és mindent megtettünk annak érdekében, hogy készen álljunk arra, hogy ezt a úgynevezett gépházat, ami az itteni működés, az itteni munka, azt tudjuk működtetni. Trió programról beszélünk, Belgiumtól vettük át a stafétát, és most jövünk mi Magyarország. Mit lehet fél év alatt elérni? Igen, nagyon jó a kérdés, tehát sok dosszié már, ami napirendre kerül most a magyar elnökség alatt, azok már napirenden voltak régóta, vagy vannak régóta. Mi egy intézményi és jogalkotási ciklusnak a végén, és egy új intézményi és jogalkotási ciklusnak az elején vagyunk. Ez azt jelenti, hogy azok a jogalkotási ügyek, tehát a jogszabály javaslatok, amelyekről tárgyalni fogunk, ezeket az Európai Bizottság már korábban előterjesztette. Nem számítunk arra, hogy nagyon nagy számú újabb előterjesztésre sor kerüljön a következő hónapokban, tekintettel arra, hogy most áll föl az új Európai Bizottság. Viszont sok olyan ügy van, ami áthúzódik a korábbi időszakról, és több mint 100 olyan jogalkotási dosszié maradt nyitva, amelyeket nem zárt le a korábbi több elnökség, és mi ezekkel a jogszabályokkal fogunk foglalkozni többek között. Tehát mi azon leszünk, hogy ezeket az ügyeket vigyük tovább, és olyan szempontból nézzük ezeket az ügyeket, hogy melyek járulnak hozzá a mi elnökségi célkitűzéseinknek a megvalósításához, vagy annak a végrehajtásához, és ugye ismert a 7 prioritás, és a 7 prioritáshoz tudjuk besorolni ezeket az ügyeket. Ezek között az egyik legfontosabb az a versenyképesség erősítése az Európai Uniónak. Több olyan jogalkotási javaslat van, ami egyébként ezt a célt elő tudja mozdítani, illetve nagyon fontos célkitűzésünk az európai védelmi iparnak a megerősítése. Van egy fontos ilyen típusú jogszabály is már az asztalon, ennek a tárgyalását szeretnénk előre vinni, ez az úgynevezett EDIP rendelet. És azt céloztuk meg e tekintetben, hogy elérjük az úgynevezett általános megközelítést, ami azt jelenti, hogy a tanács, tehát a tagállamok,
tagállamok közötti közös álláspont. Ugye a jogalkotás egy nagyon bonyolult folyamat az Európai Unióban, kevesebbet beszélünk ezekről az aspektusokról, de az elnökség alatt egy nagyon fontos feladat az, hogy a jogalkotást tudjuk vinni előre. Ennek is két nagy része van, az egyik része az a tagállamok közötti vitáknak a menedzselése, és a tagállami álláspontoknak, a közös álláspontnak a kialakítása. Ez ugye történhet minősített többséggel, vagy történhet egyhangúság alatt, függően, hogy milyen ügyről van szó. És a másik nagy feladat az pedig a tárgyalás az Európai Parlamenttel, mert ugye ez úgy történik, amikor a bizottság előterjeszt egy javaslatot, akkor a tanács is, tehát a tagállamok is megvitatják, kialakítják az álláspontokat, és az Európai Parlament is, és aztán abból, hogy mi lesz a végső formája a jogszabálynak, azt egy intézményközi tárgyalás, egy nagyon komplex tárgyalás végén jutunk el ide. És az két párhuzamos szálnak kell összeérnie. Igen, és a soros elnökségnek az egy nagyon nagy feladata, hogy ezekben az intézményközi tárgyalásokon, akkor ugye az Európai Parlamenttel tárgyal, de egyébként az Európai Bizottság is ezeken jelen van, itt képviseli a tanácsnak az álláspontját. És nem a saját nemzeti álláspontot képvisel, hanem azt a mandátumot, amelyet a tanács egyébként adott az soros elnökségnek. És meg kell próbálni minél hatékonyabban érvényesíteni a mi szempontjainkat, mármint a tagállamok szempontjait, az Európai Parlament álláspontjával szemben, vagy amellett. És ennek lesz egy végleges formája. Ezeket hívjuk úgy, hogy ez egy trialógus tárgyalásoknak, ezek nagyon bonyolult tárgyalások, ezeket egyébként csak az elnökség látja, a többi tagállam nincs ott jelen a tárgyaláson, viszont a többi tagállam adja hozzá az álláspontot, és aztán a többi tagállam pedig nyilván fontos, hogy elfogadja azt, amit letárgyalt az adott elnökség az Európai Parlamenttel. De ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen esetben a soros elnökség az 450 millió európai állampolgárnak a nevében jár el, és próbál megoldást találni, olyat, ami egyébként a tanács, tehát a tagállamoknak az álláspontjához van lehető legközelebb. Úgyhogy ez csak egy része az elnökségnek, de ez egy nagyon fontos része. Ez egy játszma tulajdonképpen. A végeredménye 27 tagállamnak nyernie kell, mert hogy a végeredmény ez, nem? Hogy ez a cél, hogy 27 tagállam nyerjen. Hát az a cél, hogy a tanács, ugyanabban a bonyolult intézményi közegben, ahol Brüsszelben vagyunk, és ahol működnek az uniós intézmények, és ahogy születnek a döntések, ebben a háromszögben, ami a bizottság, tanács, Európai Parlament háromszögben, a tanács szerepe az erős legyen, a lehető legerősebb. Ugye beszélünk egyfajta intézményi egyensúlyról, tehát mindenkinek van egyfajta szerepe, azok a szerződések határozzák meg ezeket a szerepeket. Az sose jó, hogyha az egyik intézmény vagy egy másik intézmény próbál több hatáskörhöz jutni. Bocsás, meg pont ezt akartam kérdezni, hogy azért ez az egyensúly, ez egy ilyen egy elképzelt idealisztikus állapot, de itt tulajdonképpen folyamatosan van egyfajta együttműködés is, meg mintha lenne egyfajta vetekedés is. Igen, az intézmények között. Igen, tehát arra mindig ügyelni kell, hogy a szerződésekben lefektetett hatáskörök mentén járjanak el az intézmények, és amennyiben van törekvés arra, hogy túllépjen a hatáskörén, ugye ez a lopakodó hatáskör, ez egy ilyen típusú műfaj, akkor azt lehetőség szerint próbáljuk meg kordában tartani, és nem elfogadni. Tehát ezt általában mondom, az elnökségnek nyilván az a feladata, hogy egy ilyen esetben a tanács nevében járjon el. De ugye érdekes lesz azt látni, hogy most is a következő időszakban, amikor új intézményi ciklus áll föl, akkor éppen milyen típusú ilyen törekvések látszanak majd. Ugye 2010-ben is született egy intézményközi megállapodás az Európai Parlament és a Bizottság között, és ez érint minket is, a tanácsot is, a tagállamokat. Tehát ezekre nagyon figyelni kell, mert nekünk az nagyon fontos, és egyébként a tanács szerintem összes tagjának, hogy a kormányok, tehát a tagállamoknak a szerepe és befolyása az erős maradjon. Említette, hogy egy ciklus végén és egy új ciklus elején következik ez a magyar elnökség. Ugye előző Európai Bizottság meg előző Európai Parlament a tevékenységét lezárja. Most az új bizottság formálódik, az új Európai Parlament hamarosan feláll. Frakcióalakítás folyik jelen helyzetben, de itt néhány napon belül tulajdonképpen egy végső szót kell majd mondani. Ez az időszak, ez az átmeneti időszak, ez mit okoz a soros elnökség szempontjából? Előny, hátrány, lehetőség? Hogy érdemes ezt jellemezni? Én ezt úgy jellemezném, hogy itt ilyen esetben még nagyobb a felelőssége annak a soros elnöknek, a tanácsnak a munkáját összefogja és elnökli, mert hogy belegondolunk, a három intézmény közül most az egyedüli stabil intézmény az a tanács. Itt nem lesz változás. Ugye az Európai Parlament össze fog ülni, meg fog alakulni, új létrejönnek új
bizottságok, először is megválasztják az elnökét, az alelnökeit, létrejönnek új bizottságok, azoknak lesznek új elnökei, és az Európai Bizottságnál meg ugye föláll maga a testület, tehát a kollégium, biztosi kollégium az új lesz, és ez is egy több lépcsős folyamat közben, tehát nem egy gyors folyamat lesz, hanem első alkalommal, vagy első lépésben a bizottság ugye azt történik, hogy miután az Európai Tanács most döntött arról, hogy kiket jelöl ezeknek a csúcsintézmények az élére, az Európai Parlament fog hozni egy döntést az elnök jelölt személyéről. Ennek az időpontját nem tudjuk egyelőre, ez az Európai Parlamentnek lesz a döntése, de hogyha ez megszületik, ez a döntést tegyük fel júliusban, akkor utána, és hogyha utána kezd fölállni a bizottság. Először a megválasztott elnök, először megválasztja az elnököt az Európai Parlament, utána a megválasztott bizottság megválasztott elnöke fogja kérni a jelöléseket a tagállamok állam és kormányfőitől, minden ország egy jelöltre tesz javaslatot. És tulajdonképpen ez zajlik, nem? Attól függetlenül, hogy a parlament még nem hozta meg a döntését. De ez a része nem zajlik, mert ez a része akkor indul el, amikor megválasztja az Európai Parlament az elnökét, és utána minden tagállam fog jelölni egy biztos jelöltet, és utána a bizottság megválasztott elnökének lesz az a feladata, vagy az ő feladata, hogy összerakja úgymond a portfóliókat, a személyekhez milyen típus, milyen portfólió lenne felelős, és még mindez nem jelenti azt, hogy ez fog történni, mert utána elindul az Európai Parlamentben a meghallgatásoknak a folyamata, és itt ugye a különböző szakbizottságokban megjelennek a biztos jelöltek, és kérdésekre adnak válaszokat, és akkor a megerősítés akkor történik meg, amikor az Európai Parlament egy döntés hoz a kollektív, tehát a teljes testületről, és ez legkorábban októberben történhet meg. Tehát addig ez egy átmeneti. Az apparátus a bizottságon működni fog, tehát ugye itt azt kell látni, hogy a politikai szintről beszélünk, de jogalkotási kezdeményezéseket ilyenkor a bizottság már nem szokott újakat nagyon tenni. Fog tenni néhányat, de nem olyan sokat, mint egyébként. Nyilván a sajtóban lehet látni, azért vannak már bizonyos mélységi mozgolódások, hogyan nézhet ki majd a következő bizottság, de akkor ez majd minden valószínűség szerint néhány napon vagy héten belül fog igazán majd berobbanni ezek szerint. Az érdekelne nagyon, hogy ugye beszélt arról, hogy egy felelősség ez a mostani helyzet a soros elnökséget betöltő ország szempontjából, de hogy néz ki ez a nagykövet szempontjából? Mit csinál a nagykövet? Ugye elmondta, hogy hogyan működik az európai döntéshozatal, ezt azt gondolom, hogy a nézőinknek a kisebb része ismeri ilyen mélységében. Vannak, akik ismerik, többség talán nem, már csak emiatt is szerintem hasznos volt. De közelítsünk az ön szerepéből. Mit csinál? Igen, ebben a nagyon bonyolult intézményi struktúrában a tanácson belül van egy világos rend. Itt ugye azt látjuk, hogy több szintje van a tanácsnak, ahol a tagállamok képviselői találkoznak és alakítják ki a közös álláspontját az Európai Unió tanácsának. És ugye kezdődik legmagasabb szinten az a miniszterek tanácsa, ez alatt van az állandó képviselők bizottsága, ez az úgynevezett COREPER, és ennek is két formációja van. Az állandó képviselők bizottsága, ezt úgy hívjuk, hogy COREPER 2, és az helyettes állandó képviselők bizottsága, ez a COREPER 1. Mind a kettőben nagyköveti szinten vesznek részt a tagállamok. És a két COREPER munkáját készíti elő, vagy segíti, illetve ez alatt működnek munkacsoportok. És ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy rengeteg munkacsoport. A nagykövet képviseli Magyarországot az állandó képviselők bizottságában. És amikor elnöklés van, akkor pedig ezt a bizottságot elnökli. Tehát meghatározza a napirendjét, hogy milyen ügyek kerülhetnek napirendre, megteszi, mindazon lépéseket megtesz, hogy azokban az ügyekben, amik napirendre kerülnek, legyen uniós álláspont, és hogy vigye tovább a jogalkotást. Tehát ez az egyik feladat. A másik feladat az, hogy irányítani kell az állandó képviseletnek a működését. Ugye, ahogy mondtam, van 180 munkacsoport, egyszerűsítve 150 munkacsoportot elnöklünk. Ennek a nagy részét az állandó képviseletnek a szakdiplomatái látják most el, és részt vesznek még többen is egyébként egy-egy adott munkacsoportban, tehát az ő munkájukat is nyilván segíti a nagykövet. A harmadik nagy feladat az, hogy az Európai Tanácsnak, tehát a
Az Európai Tanácsnak az üléseit is ez a COREPER készíti elő, ami azt jelenti, hogy amikor az állam és kormányfők találkoznak Brüsszelben, akkor azt megelőző 2-3 hétben az állandó képviselő bizottság, a COREPER azzal foglalkozik, hogy előkészítse ezt az ülést, és a úgynevezett következtetéseket, Európai Tanács következtetéseket, ami, bocsánat, hogy terminus technicus, ez az a dokumentum, ami rögzíti az állam és kormányfőknek, tehát az Európai Tanácsnak a döntéseit, ezeket mi szövegezzük. Na most, ilyen az esetben... a levél, amit az Európai Tanácsnak az elnöke ki szokott küldeni már, ugye, a meghívó, és utána pedig a konklúzió. Igen, ez a konklúzió. Ez a konklúzió, igen, amit mi szövegezzük. Akkor már maga a meghívó levél, ugye, amit a sajtónak az érdeklődésig leköti, hogy mi lesz az aktuális téma, akkor ennek az előkészítésében is már otthon a soros elnökség. Igen, magának a levélnek konkrétan nincs ott, de a tematikának. Igen, a tematika, igen, mert ugye a következtetések azok lefedik azokat a témákat. És ilyen módon ugye egy nagyon fontos szerepe van. Jelenleg az Európai Tanács játssza a legfontosabb szerepet a döntéshozatalban, tehát ők adják a stratégiai irányokat. És a COREPER szerepe nagyon felértékelődött, főleg a COVID alatt, mert hogy a COVID alatt ez volt az egyetlen testület, amelyik folyamatosan ülésezett minden héten, még azokban az időkben is, amikor tulajdonképpen senki nem találkozott egymással. De szükség volt egy olyan intézményre, vagy olyan testületre a tanácson belül, ami folyamatosan képes találkozni és ülésezni. És ez a COREPER, ez azért fontos még, mert egyébként ez a két formáció készíti el a miniszteri tanácsüléseket is. Tehát ugye megvan osztva két felé, az egyes szakpolitikai szempontból. Ugye a COREPER 2, ahol én képviselem Magyarországot, az készíti elő a gazdasági és pénzügyeket, az készíti elő az általános ügyeket, a külügyek tanácsát, illetve a bel- és igazságügyi tanácsot. Tehát itt nagyon fontos politikai kérdésekről van szó, mint migráció, költségvetés, bővítési ügyek, és a szankciós témák is itt vannak. És ugye azt látjuk, hogy nagyon sok esetben a COREPER-en megszületnek azok a döntések, amik ugye a tanács elé kerülnek, a miniszter tanács elé. És mondanék két példát is a közelmúltból. Ugye nemrég született döntés arról, hogy a ukrán csatlakozási tárgyalási keret az milyen formát öltsön, végleges formát öltsön, és itt a COREPER-en volt egy nagyon részletekbe menő tárgyalás, ahol sikerült olyan jogi garanciákat beépíteni a nemzeti kisebbségi jogok védelme érdekében, ami hosszú távon lehetővé teszi, hogy garantálva legyenek a nemzeti kisebbségi jogok Kárpátalján, és hogy ide el tudjunk oda jutni, hogy a 2015 előtti állapotokat vissza tudjuk állítani. És ez egy nagyon komplex tárgyalás végén sikerült ezt például. De a szankciós csomagokat is ez a testület vitatja meg, és ugye 14 csomagnak a tárgyalására került sor, ami igazából 16, tehát 14 darab csomag. Legutóbb itt sikerült azt elérni, hogy a paksi beruházás, a paks 2 az kapjon egy teljes mentességet a szankciós csomag hatálya alól. Bocsásson meg, mit jelent az elérni? Tehát ez hogyan képzeljük el? Összejön a 27 országnak a nagykövete, plusz a tanácsból a szakértők, tanácsadók, és akkor megy az egymásnak feszülés, vagy ez... És akkor elmondom, hogy én nem szeretném, de én szeretném. Tehát hogy alakul ki a gyakorlatba? Igen, ez úgy néz ki, hogy van egy javaslat, egy írásos javaslat, ez egy általában jogszabály formát ölti, tehát ebben az esetben például a szankciós csomagnál ez egy tanácsi határozat, ez a formája, és erre születik egy javaslat, amit az Európai Bizottság szokott előterjeszteni, és ezt a tagállamok megkapják, és kialakítják a saját álláspontjukat. És az elnökségnek az a dolga, hogy egy ilyen vitát mederbe tartson, és megpróbálja menedzselni a vitát. És akkor a vita arról szól, hogy vannak országok, amelyek bizonyos javaslatokat elleneznek, vagy szeretnének máshogy látni a szövegben, a jogszabály szövegében, és akkor egy olyan nagyon komplex tárgyalássorozat általában, mert sok fordulóból áll. Tehát nem egy kávézás. Nem. És akkor a végén el lehet oda jutni, hogy legyen egy olyan formája ennek a jogszabály javaslatnak, ami mindenki számára elfogadható, vagy ami bírja a minősített többséget. Ugye a legtöbb ügy, amiről tárgyalunk, azok nem egyhangúságot igénylő ügyek, hanem ezek minősített többséget igénylő ügyek, ami azt jelenti, hogy nem kell minden tagállamnak egyetértenie. A tárgyalásokat úgy folytatják és úgy irányítják, vagy úgy folynak, hogyha így mondhatnám, hogy amikor van általában, sok esetben van egy olyan kisebbség az adott ügy kapcsán, amelyik úgynevezett blokkoló kisebbség, amely megakadály, tehát ami nem,
tehát a blokkoló kisebbség megléte esetén nem lehet elfogadottnak tekinteni egy adott jogalkotási javaslatot, és akkor ugye egy elnökség például azt megpróbálja, hogy megpróbál orvosolni. Átlendíteni ezen a holtponton? Igen, tehát néhány ország tekintetében megpróbál olyan javaslatokat bevinni a tervezetbe, ami már számára utána elfogadhatóvá teszi azt a javaslatot, és így csökken a száma azon országoknak, amelyek egyébként adott esetben nem tudják elfogadni. De sokszor egy-egy sornak, cikknek, mondatnak a cseréje, nem? Vagy módosítása, akár csak egy szómódosítása. Így van. De az egy fontos nemzeti érdeket jelent, vagy egy fontos nemzeti gazdasági érdeket, és így ez egy tipikus, vagy klasszikus elnökségi feladat, hogy ha az a cél, hogy legyen megállapodás egy adott javaslatról, akkor megpróbáljon olyan módosításokat javasolni, amely lehetővé teszi, hogy több ország legyen a támogatói oldalon, és hogy azon országok száma pedig ne legyen akkora, amelyek nem értenek egyet az adott javaslattal, hogy meg tudják ezt akadályozni. De egyébként az a jó, hogyha konszenzusra törekszünk, és egyébként nagyon sokszor az ilyen típusú esetekben is, amikor minősített többségi döntésről van szó, akkor is a konszenzus elérése a cél. És én azt gondolom, hogy ez senki egy jó megközelítés. Senki ne érzze magát kihagyva vagy sértve. Igen, tehát ez a legjobb, hogyha olyan megoldások születnek. És akkor miért tapasztaltuk azt az elmúlt időszakban vezető európai politikusok részéről, hogy azt mondják, hogy minden kérdésben át kell térni a többségi döntéshozatalra, mert hogy csak az a hatékony. Ez egy politikai manőver, politikai kérdés? Ez egy politikai kérdés, igen. Viszont mi meg azt gondoljuk, hogy a szerződések nagyon világosan lefektetik, hogy milyen szakpolitikai területen milyen döntéshozatalat kell alkalmazni, és mi ez fontosnak tartjuk, hogy tartsuk is magad. Nem véletlenül. Ez nem fenyeget ez a veszély most, hogy az elkövetkezendő fél évben egy ilyen döntés megszülessen. Nem fenyeget ez a veszély. Nem véletlenül kerültek be mondjuk a kül- és biztonságpolitika területén az egyhangúság, mint szabály a szerződésekbe. Ez azért történt így, mert ez tükrözi a politikának a jellegét például. Tehát, hogy akkor lehet közös álláspontról beszélni, hogyha ezt minden tagállam elfogadja. De nagyon sok szakpolitika területén ugye minősített többségi döntéshozatal van. Ahogy nézzük a szerződések, ahogy egymást követték az elmúlt 50 évben, ezt láttuk, hogy ezen száma, azon politikai területek száma, ahol egyébként a minősített többséget alkalmazzuk, azok politikák száma nőtt folyamatosan. A beszélgetésünk onnan indult, hogy azért egy nem egyszerű helyzetben startolt ez az elnökség, de azt beszéltünk róla, hogy ez lehetőség és felelősség is. A kérdésem az az lenne, hogy kollégáival együttműködve, nagykövetekkel együttműködve, hogy látja ezeket a lehetőségeket? Mennyire nyitottak a Magyarországra, meg a magyar javaslatokra a kollégák? Én úgy ítélem meg, én 2 éve végzem ezt a munkát, és én úgy látom, hogy a magyar érdekkérvényesítés az hatékony, és hogy minden egyes ügyben komoly tárgyalások folynak, de minden egyes ügyben, én nagyon sok ügyben, ugye túlnyomó többségben olyan megoldásokat sikerül elérni a tanácsban, tehát a tagállamokkal folytatott viták végeredményeként, amely tükrözik a magyar érdeket. Tehát én nyitottságot látok, hogyha ez a kérdés, nyitottságot arra, hogy egyébként a tárgyalást azt végigvigyük, és egy olyan formáját öltse az a jogalkotási javaslat, vagy egy politikai dokumentum, amely tükrözi a mi érdekeinket is. És itt utaltam 2 dologra az előbb, tehát mind a 2 olyan, ahol megjelennek a magyar érdekek hangsúlyosan. Elkezdtünk beszélni már, de csak egy fél mondat erejéig érintettük a prioritásait. Igen. Ennek az elnökségnek. Ugye itt 7 csomagról beszélhetünk, de hát ugye a versenyképességet szokás legjobban hangsúlyozni itt az elmúlt időszakban. Talán nem véletlenül, hiszen azért az Európai Unió az elmúlt időszakban nem a versenyképességi élvonalában volt, mondjuk úgy, hogy nemzetközi globális összehasonlításban, és nem az látszott feltétlenül, hogy ez a versenyképesség ez most ki fog lőni, és hogy ez itt most minden jóra fordul. Fél év alatt jó irányba lehet terelni a versenyképességet? Fél év alatt nyilván nem lehet teljes mértékben ezt megoldani, de bizonyos folyamatokat el lehet indítani. Mi például nagyon fontosnak tartjuk azt, és hangsúlyozzuk, hogy nagyon fontos megkérdezni egyébként az adott vállalatoknak az éleményét is kikérni, és ezeket figyelembe venni és becsatornázni.
az döntéshozatalba. De talán hadd utaljak egy másik politika, amit nem, ahova még nem jutottam el, igazából csak a védelmi ipar volt a másik. De a migráció ez egy olyan terület, ami számunkra régóta nagyon fontos, és azt gondolom, hogy olyan irányba lehet fordítani a szekeret, ami közelebb kerül hozzánk az uniós megközelítést. Tehát mire gondolok? Arra gondolok, hogy... A migrációs paktum elfogadása ellenére is? Ugye most kinyílt egy 2 éves időkapu, amikor ugye meg kell tölteni tartalommal, hát egy keretet lényegében. És akkor most erre után, erről a keretről beszél, hogy arról, ezt, hogy töltjük meg. Én arra utalok, hogy olyan típusú kezdeményezések kerülnek napirendre, amelyek azt célozzák, hogy az illegális migráció elleni fellépést fokozza az Európai Unió, a külső határvédelem az erősödjön, és azok a típusú együttműködések, amelyek azt a célt szolgálják, hogy az illegális migránsoknak a száma, akik Európába próbálnak jönni, csökkenjen, vagy akár jelentősen csökkenjen, az ilyen típusú kezdeményezések kerülnek asztalra, és olyan szavakat is lehet most már használni, hogy innovatív megoldások, ami ugye azt jelenti, hogy újszerű megoldások. Én azt gondolom, hogy sok olyan kezdeményezés van, amit fontos továbbvinni, és hogy összességében azt gondolom, hogy az igény az, hogy az illegális migrációs fellépés azt valójában erősödjön. Mondok egy példát, ugye egyre inkább az a bevett gyakorlat, hogy amikor egy harmadik országgal kialakít az Európai Unió kapcsolatokat, akkor ne csak egy-egy szakterületekkel foglalkozon, hanem megpróbáljon egyfajta ilyen átfogó megközelítést alkalmazni, és minden olyan eszközt, ami egyébként az uniós külkapcsolati eszköztárban benne van, azt használjon. És ez azért fontos, mert így tudjuk elérni azt, hogy egyébként olyan együttműködés is kialakuljon az adott országokkal, amelyek Európa számára fontosak. Ilyen például az illegális bevándorlásnak a csökkentése, és ez etéren való együttműködés. Ugye látjuk, hogy volt egy első ilyen meglepetés született Tunéziával, látjuk, hogy további ilyen országok, Észak-Afrika országokkal születik megállapodás, és azt gondolom, hogy ez a jó irány, és így tudjuk ezt a célkitűzést, ami az uniós migrációs nyomás az Európai Unióra csökkenni tud. És azt gondolom, hogy az egy fontos dolog, hogy egy fél év alatt ezeken a területeken ugye nem lehet olyan eredményt elérni, hogy egy egész jogalkotási folyamatot végigvigyünk, de azt el lehet érni, hogy egy kicsit elfordítsuk a szekeret olyan irányba, ami egyébként a mi szempontunkból fontos. Most szekér elfordítása? Nem akarok itt olyan dolgokat mondani, amit esetleg nem fog megtörténni, de ezt csak egy példálózva mondom. Hogy, akkor az erőfeszítés, a szekér elfordítása. Az erőfeszítés is megvan, és remélem, hogy meg is fog történni, de hogy meg nem is akarok erőre szaladni, de ez mindenképp egy olyan típusú lehetőség, amelyel meg kell próbálnunk élni. De még egyet hadd mondjak, ami a negyedik nagy terület, az a bővítés. Én úgy látom jelenleg, hogy van egy olyan helyzet, hogy felgyorsíthatóvá válik a bővítési folyamat a Nyugat-Balkánon. Ugye történtek lépések Moldova és Ukrajna vonatkozásában az elmúlt hónapokban, és tehát most van egy olyan helyzet, hogy a tagállamok túlnyomó többségében van egy olyan várakozás is, és van egy olyan nyitottság, hogy akkor tényleg tegyünk érdemi lépéseket a Nyugat-Balkánon, és lépjünk előre a csatlakozási folyamatban az összes lehetséges országgal vonatkozásával, tehát ideértve Albániát, Szerbiát, Montenegrót, nyissunk klasztereket, zárjunk fel. Magyarul ne legyünk szelektívek, és nem mondjuk azt, hogy egy vagy két országra vonatkozik csak ez a meghívó, hanem mindenki, aki benne van a csatlakozási folyamatban, az lépjen előrébb. Mondjuk messziről indultunk ebben a történetben, méghozzá azért, mert a Juncker bizottság úgy adta át a von der Leyen bizottságnak a stafétát, hogy itt nem lesz bővítés, és hogy az Európai Unió bővítési időszak az lezárult. Aztán nyilván a magyar lelemény azért a bizottságban is megmutatkozott a bővítésre felelős biztos, magyar biztos tett erőfeszítéseket, de akkor úgy látszik, hogy itt még újabb erőfeszítéseket kell tenni. Igen, és nagyon fontos az, hogy ez a folyamat, ez egy, ugye sokat beszélünk erről, hogy érdemi alapú legyen. Tehát az azt jelenti, hogy vannak nagyon világos feltételek, amelyeket teljesíteni kell egy adott országnak, hogy egy konkrét szakaszban előre lépjen a csatlakozás folyamatban, tehát hogy megnyissunk egy klasztert, vagy lezárjunk egy fejezetet, és nagyon fontos, hogy ez valóban úgy legyen, hogy akkor ezek a feltételek, ezek teljesülniük kell, ahhoz, hogy ezt a lépést megtehessük, viszont hogyha teljesültek a feltételek, akkor meg tegyük meg azt az adott lépést. És én itt látok most egy lehetőséget, hogy ezt az érdemi alapú megközelítést, ezt tudjuk erősíteni. És azt elérjük, hogy akkor igenis lépjünk előre, nyissunk az adott ország tekintetében, amennyiben az az ország
Magyarország egyébként már régóta teljesítette a feltételt. Tehát látunk ilyeneket, és én azt gondolom, hogy december végéig eljuthatunk egy olyan helyzetbe, hogy érdemi változás álljon be. De nem akarok itt se kiabálni semmit, és előre szaladni, viszont itt nagyon komoly munka folyik a háttérben, annak érdekében, hogy itt ez az előrépés megtörténjen. Ugye egyhangúság, ez egy olyan terület, hogy egyhangúság van, tehát minden országnak a támogatása szükséges, és fontos, hogy minden országnak az érzékenységét nyilván figyelembe vegyük, de egyben ezt a fajta lendületet, ami most érzékelhető, ezt tényleg megbabagoljuk, és hogy ezt ne hagyjuk veszni, mert hogyha itt most nem történne hónapokig semmi, akkor én azt gondolom, mondjuk jövő évelején se nagyon várhatnék nagyon sok előrelépésre. Tehát most van ez a pillanat, amit, és hogy ez azért jó ez is, mert hogy ez magyar szempontból Magyarország megközelítése az régóta az, hogy ezt a térséget integrálni kell jobban. Közelebb kell az Nyugat-Balkánt hozni az Európai Unióhoz, és most itt a lehetőség. Tehát szerintem ez egy jó lehetőség. Beszéltünk 3-4 nagy témára, de van azért itt még egy, mert nem menjünk azért el így a beszélgetésünk végéhez közeledve. Ez pedig az, hogy mindez, amiről beszélünk, egy árnyékban zajlik, méghozzá a háborúnak az árnyékában. És ugye a soros elnökség kapcsán azért az is megfogalmazódott, hogy ebben a tekintetben is Magyarország megpróbál előrelépéseket tenni a egy lehetetlennek tűnő helyzetnek a megoldására. Orbán Viktor magyar miniszterelnök pont beszélgetésünk előtt néhány órával Kijevbe látogatott és tárgyalásokat folytatott. Hogy látja a háborúnak a keretezését meg a lehetőségeket? Akár a kiútkeresésben, akár a kiútnak a megtalálásában az előttünk álló fél évben. Azt hiszem, ez egy nagyon nehéz utolsó kérdés, amit föltent. De én azt gondolom, hogy nekünk kiemelt figyelmet, tehát figyelmet kell szentelnünk arra, mint elnökség, hogy mi történik a háborúban, és nem csak a Ukrajnában, hanem mi történik a közvetlen környezetünkben, a közel-keleti közel-kelet tekintetében is, akár Észak-Afrika tekintetében is, de több válságövezet és potenciális válságövezet van közvetlen szomszédságunkban, és nagyon fontos, hogy ezekre időben tudjunk reagálni. Tehát most én arra válaszolnék, hogy mi az a napi szintű feladat, ami adódik. Ilyenkor a napi szintű feladat, ami adódik, az, hogyha mondjuk egy ilyen típusú konfliktus eszkalálódik, akkor arra az Európai Unióban megfogalmazódik az igény, hogy bizonyos válaszok szülessenek. Ezek többfélék, ide a humanitárius kérdésektől az egyéb ugye, vonatkozásokig, de ez a soros elnökségnek egy nagyon fontos feladat, hogy ilyen esetekben irányítsa a beszélgetést és a vitákat. És erre föl vagyunk készülve, és arra is föl vagyunk készülve, hogyha előre nem látható válságok ütnek be, olyan dolgok történnek, amire nem számítunk, akkor is tudjon reagálni az Európai Unió. És ilyen esetekben nekünk kialakult, tehát van egy eljárásunk, amit majd követünk, hogyha erre sor kerül, remélem, hogy nem kell ezt aktiválnunk, de ilyen típusú feladatok is adódnak egy soros elnökségnek, és ezek nagyon fontos feladatok, mert hogyha egy ilyen esetben, egy ilyen váratlan esetben aktívan és jól reagál az adott elnökség, akkor azt gondolom, hogy hozzájárul ahhoz, hogy egy sikeres elnökségnek lehessen nevezni. Remélem, még egyszer mondom, hogy nem kerül erre sor. De azért a számokat is hadd mondjak, mert ugye erről nem beszéltünk, de én szerintem annak megértéshez, hogy Brüsszelben mi történik igazából napi szinten, ez fontos lehet. Tehát úgy azt gondolom, hogy tehát összesen lesz 1500 ülés, amit mi fogunk elnökölni a fél év alatt, hozzávetőlegesen ez lehet, hogy kevesebb lesz, lehet, hogy több lesz, ez attól függ ugye, hogy hogyan alakulnak a viták. És ez úgy néz ki, hogy napi akár 20 ülés is fog menni párhuzamosan. Tehát nem egymás követően, hanem hogy egymás mellett. És ezt önnek mindent kell látnia? Igen. Nem, nekem személyesen nem, de az állandó képviseletnek igen. Tehát van egy olyan diplomata az állandó képviseletnek, az a dolga, hogy biztosítsa azt, hogy a valamelyik munkacsoportnak szükséges, hogy tudjon találkozni, akkor legyen erre lehetőség. Tehát itt vannak olyan napok, a következő napokban is voltak olyan helyzetek, amikor több igény volt, mint 20 mondjuk, és akkor ugye kell szelektálni, akkor meg kell oldani, hogy esetleg az néhány ülés az pár nappal később legyen, és ez is egy komoly logisztikai feladat, de nem tehát csak politika, diplomácia és logisztika? Komoly, igen, logisztika is, de igazából nem a logisztikai részét szerettem volna itt ennek a jelentőségét kiemelni, hanem azt, hogy ez mennyire komplex, hogy akkor 20 darab
különböző szakpolitikai területen kell nekünk egyszerre menedzselni ezeket a vitákat, és ezeket úgy tenni, hogy utána menjünk tovább, tehát ezek be fognak csatornázódni a két koreperbe, és a két koreperen már döntések előzetes, vagy döntések születnek, és utána mennek a tanácsülések. Tehát így áll össze az egész tervezés, hogy át kell látni az egész, tehát a teljes rendszert. Úgyhogy ezt szerettem volna még elmondani. Make Europe great again. Fél év múlva azt tudjuk mondani, hogy nagyobbá tettük Európát? Remélem, hogy versenyképesebb lesz az Európai Unió. Nagykövet úr, köszönjük szépen. Ez volt a beszélgetésünk Ódor Bálint nagykövettel. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket, kérjük, hogy kövessenek bennünket továbbra is. Viszont látásra, viszont hallásra. Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra,